A trianoni békedöntéssel hazánk területe harmadára csökkent, lakossága 18 millióról 7,6 millió főre esett vissza. Az országgyűlés 2010-ben ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. 60-ban a két évvel ezelőtt felállított trianoni emlékműnél a Kodály Zoltán Általános Iskola Tiéd ez az ország múltja s jelene című műsorával kezdődött a megemlékezés. Szabó Zsolt polgármester beszédében hangsúlyozta, a trianoni traumából való feleszmélés további mélysebek követték, melyek fekélyei a II. Világháborút követően még további 40 évig fertőzték a magyar lelkeket. A trianoni diktátum 5 országrészt hasított ki a történelmi Magyarország testéből, és az ország joggal érezhette úgy, hogy Krisztus kereszthalálához hasonlóan feszítették meg egy örökké valóságra. Valamennyi seb önmagában is halálos lehetett volna, más nemzetek ennél kisebb sebektől is elvéreztek. Mi azonban nem. Kitért arra is, büszkeséggel tölti el, hogy két évvel ezelőtt megépülhetett a trianoni emlékmű 60-ban. Megépült annak ellenére, hogy a korábbi kormánypárti sajtó kigúnyolt és kritizált minden olyan megemlékezést, amely a magyarság határokon átívelő újraegyesítését célozta. De az idő önöket, minket igazolt. A 2010-ben felálló új országgyűlés és annak kormánya törvényben június 4-ét ünneppé nyilvánította és megkezdte a sebek begyógyítását. Az elszakított területeken élő magyarok számára megteremtettük a kettős állampolgárság jogintézmények lehetőségét. Mindezen megkezdett folyamatok jegyében avattuk föl két esztendeje az előttünk álló emlékművet is. Két éve ezen a napon az elszakított országrészek képviselői a saját országukból származó földbe ültettek egy őshonos szilfát, amely a felelősségvállalást, a folytonosságot, a gondoskodást, a szeretetet jelképezte és jelképezi most is. Ezt a fát idén az elszakított területekről hozott vízzel közösen meglocsolták. Ezt követően az Ady Endre könyvtárban a gyerekek közösen elénekelték az erre a napra írt az összetartozás dalát. A nap végén a Grassalkovics művelődési házban trianoni emlékműsort tartottak, amelynek keretében verseket és zenéket adott elő Benkő Péter színművész és Kurko József énekes gitáros.